László Noémi, Fekete leves, részletek. Nem tudom, hogy aki a tankönyveimet írja, engem milyennek képzel el. Tudatni szeretném vele, nem vagyok kísérleti nyúl, bár a szervezetem elég sok megpróbáltatást elvisel. Képzelje, néha lecsapom könyvet, füzetet, és ki a térre, hus! Kalóz, katona, űrhajós vagyok, nem akadémikus. Az a baj, hogy magyarból semmit sem értek. Telnek az órák, bennem meg halomra gyűlnek a miértek. Például miért szép, miért szerelmes, miért aszonánc, miért bomlott a címballon, miért az avaron, miféle tánc? Miért pont Párizs? Mi az élés szekere? Miért hagyott csapott papot csokonai, s kitartott vele? Miért Deli? Igéző, halovány. Miért hagyatlik felhőbe a rom? Iramlik el az élet vagy a lány? Miért hal meg a ló? Miért deákos verselés? Ha kevesebbet nyaggatnának, világosabb volna ez az egész. Süt a nap, dél van, anya ordít, akármit mondok, mindent ellenem fordít. Nem érdeklik a grimaszok, nem hagyja meg, hogy kristálytiszta múltam, azt állítja, egészen megbolondultam. Hallgatok, nézem, remélem túl leszünk rajta, még akkor is, ha a föld hátán nincs még egy ilyen állatfajta. Még akkor is, ha most már tényleg elment az összes épp eszem. Remélem túlteszi magát azon, hogy létezem. Anyakán lógok, megszégyenítem. Hülyét csinálok belőle mások előtt. Ha mosógép volnék, vagy zenetorony, biztos azonnal kívne hozzám a szerelőt? Most már állandóan szerelmes vagyok, mintha rögtön felelni kéne. Úgy izgulok. Legjobb, ha sétálni megyek, és csak későn érek haza. Ilyenkor nem idegesít, ha anyunak vagy apunak van igaza. Legtöbbször nem hallom, csak látom, szólnak valamit. Nem merem még bevallani nekik, hogy már megtaláltam az igazit. Mert kiakadnak, hogy ez is csak egy újabb olcsó kifogás arra, miért nem tanulok. Vagy elmagyarázzák. Megszédítettek a hormonok? Inkább kerülöm őket, ha lehet. Leülök valahova, és nézem az eget. Egymással foglalkozzanak, engem neveltek eleget.